Kedves ünneplő gondorosiak, advent második vasárnapján nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ezen a hétvégén fogadják szeretettel a Baptista Egyház kórusát és a Baptista gyülekezet szeretett vendégségét. Hallgassuk meg őket! Időben is eljöttek ünnepelni az adventet, készülni a karácsonyra. Hisszük azt, hogy ennek meg lesz a nagy utalma. Hálásan és örömmel veszünk részt többedjére egy ilyen városi rendezvényen. Tudjuk és valljuk, hogy életünk kis és nagy kérdéseinek megoldásához a megígért szabadító király, azaz Mesiás beavatkozására van mindannyiunknak szüksége. Ezzel kapcsolatosan idézek a Bibliából, Isten szent üzenetéből. Az Úr sohasem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják. Nem várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen egy ember is elvesszen. Ellenkezőleg azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és hozzáforduljon. Bizony, eljön az Úr napja, de úgy fog megérkezni, mint a tolvaj. Akkor az ég recsegve, ropogva eltűnik. Az elemek elégnek a tűzben, a föld pedig megég, mint azzal együtt, amit az emberek hoztak létre. Ha pedig mindezek így el fognak pusztulni, gondoljátok meg, hogyan éljetek. Szánjátok oda magatokat Istennek, szent és istenfélő életre. Péter második levele, harmadik fejezetéből volt ez idézet. Most pedig imádkozzunk együtt, a jól ismert úri imádsággal.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. Ugye megdöbbentő, hogy az előbbi imádság milyen jól illeszkedik az adventi ünnepsorban. A következőkben visszatérek a választott idézet igazságaihoz. Az Úr várja, hogy mindenki megváltoztassa a gondolkodását, és hittel forduljon hozzá. Várja álhatatosan, béketűrőn, kitartással, már régóta. Közben felvállalta azt is, hogy esetleg ámítónak, feledékenynek, késlekedőnek tartjuk őt. Pedig mi késünk? Urunk az idő múlását másként méri, mint mi. A hozzátérők számában. Csak értünk vár. Csak miattunk. Csak ránk vár. Mert nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elpusztuljon, elvesszen, romlásba jusson, tönkre menjen. Mert őszintén, önzetlenül szeret minket. Ezért vállalja azt a kellemetlen szolgálatot, hogy tudatosítja bennünk a bűn romboló hatalmát. Közben rámutat fia, Jézus Krisztus értünk hozott engesztelő áldozatára, ami érvényes, elfogadott, örök. Készít, figyelmeztet a közelgő jogos ítélet napjára. Ezért azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa, nem a ruháját, nem a menüjét, a gondolkodását, az életét, és a Mesiással folytassa életünket. Bizony, váratlan meglepetéseket fog okozni az Úr napjának érkezése. Időpontját tekintve szellemi éjjel lesz, amikor nem könnyű éberen vigyázni, amikor nehéz jól tájékozódni. A többség alszik, fáradt, kábult, vagy szórakozik éppen. A megnyilvánulásait illetően rettenetes recsegéssel és ropogással jön. A világunkat alkotó elemek égve felbomolnak. Ha valaki kételkedne e felől, nézzen meg tudományos adásokat a tévében, és látja, hogy mi történne akkor, ha egy meteorit becsapódna, egy kis bolygó beleütközne földünkbe. Aztán arról van szó, hogy a rendíthetetlennek tűnő egek és föld elmúlik. Mondanunk sem kell, hogy földi alkotásaink és megszokott tevékenységünk vége is elérkezik. Mi különböző napokat tartunk számon, névnapokat, születésnapokat, nemzeti ünnepeket, stb. De van egy különleges nap, az Úr napja, Jahve napja. A Biblia egyik nemes témája. Isten közvetlen
megváltó, szabadító beavatkozásáról szól, köztünk lépéről. Azoknak, akik a gondolkodásukat megváltoztatták, Isten kedve szerint. Ítéletet jelent, elképzelhetetlen ítéletet, az örömhírt elutasítóknak. Az a nap, az az idő, amit Isten teljesen kisajátított magának, akkor mindent ő rendez, mindent ő tesz. Jézus Krisztus második eljövetelével Isten nyilvánosan fordít a történelem folyásán menetét. Várjuk ezt. Szükségünk van rá. Addig mit tehetünk örök javunkra? Bölcs emberként szánjuk oda magunkat Istennek. Amiként odaszántuk magunkat kívánságaink megvalósítására, szánjuk oda magunkat Istennek szent és istenfélő életre. Nekünk saját erőnkből nem fog sikerülni, de vele menjünk. Ő kipótolja gyengeségünket, kegyelmével erősít minket. Bár a program tovább fog folytatódni, a továbbiakra nézve pedig egyre áldottabb adventet, örömteli karácsonyt, reményteljes új évet kívánunk mindenkinek. Erős vár a mi Istenünk. Áldás békesség. Dicsértessék Jézus Krisztus. Az Úr áldjon mindenki. Amen.
Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentett testvéreket és leendő testvéreket. Tudjátok, hogy miért van 4 adventi gyertyánk? Nagyon sokan azt mondják, hogy azért, mert az Új és az Új Szövetség között Isten 400 évig nem szólt az emberhez. Ugye milyen döbbenetesen szörnyű korszak lehetett az? És most meggyújtjuk az adventi gyertyát, és minden héten 100 évet letudunk ebből. De hol tart a te szíved? Te mit tudsz le abból az időszakból, amikor nem volt Istennel kapcsolatod? Adventben élünk, várakozásban élünk. Mindazok, akiknek a szívében most itt ragyog Isten kegyelme. Mi Isten, az Úr Jézus második visszajövetelét várjuk. De mit várnak azok a kedves emberek, akik most eljöttek ide, de még nem tudják, hogy mi az igazából, hogy az Isten szeretete? Vajon te, kedves, te mit vársz? Te mit ünnepelsz karácsonykor? Az az imádság van a szívemben, hogy bárcsak a megváltót ünnepelnéd. Mert mindnyájunk életében a megváltás azt jelenti, hogy meg tudunk szabadulni olyan dolgoktól, amik lehúznak, nyomasztanak és tönkretesznek, amik hajtanak minket, mint a hajtsárok, és nem akarjuk azt csinálni, mert tudjuk, hogy nem jó. Mondhatok ilyeneket. Hányan le akarják tenni a cigarettát, tudják, hogy nem jó, és nincs erejük hozzá, mint a hajtsár űzi őket. Hányan le akarják tenni a poharat, vagy más dolgokat, ami ellen kevésnek bizonyulnak. Adventben vagyunk, egy várakozásban. Mit várunk? Várjuk azt a megváltót, akinek ereje van, hogy mellénk álljon és megsegítsen minket mindabban, hogy tiszta életet éljünk, hogy ne legyünk semminek és senkinek se a rabszolgája. Várakozásban élünk. És ebben a várakozásban mindenkinek felelőssége van. Azoknak, akiknek a szívében az adventi gyertya Krisztus kegyelmeként ég, nekünk az a feladatunk. Emlékeztek, mit mondott Ferenc pápa? Tanúságtevő legyél ebben a világban. Nem mondok nektek nagyobbat. Azt mondta az Úr Jézus, menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. De hogyan? Nem kell magas teológiát előadni. Arra senki nem kíváncsi ezekben a pillanatokban. Arra kíváncsi, hogy a megváltó Isten, aki a szívedbe beköltözött, mit tett a te életedben? Hogyan változtatott meg? Hogyan kerültél ki azokból a problémákból, amit már soha nem reméltél, hogy megszabadulsz? Hogyan létezik az, hogy az összes problémád ellenére béke van a szívedben? Hogyan létezik az, hogy túlcsorduló örömben élsz a nehézségek között is? Mert Isten ezt meg tudja tenni. Azért küldte el a fiát, aki soha nem volt Jézuska. Mindig a megváltó Krisztus volt, de csak gyermekesben. Azért küldte el, hogy megváltásunkat elvégezze. Azért küldte el, hogy egy szép napon a kereszten kitárja a kezét, és azt mondja mindenkinek, aki az ő gyermeke, gyere, nálam biztonságra találsz. Azt mondja mindannak, akik még nem ismerik, vagy nem merik őt elfogadni, gyere, szeretlek. És mindazok, akik keményen ellenállnak, és azt mondják, hogy én aztán soha, azok is megérezzék, hogy hív engem ez a szeretet. Mire van szükségünk, emberek? Mire van szükségünk? A szeretetre nem. Hiába van pénz, hiába van jólét, hiába van karrier, hiába vannak kapcsolatok. A szeretet überel minden. Akinek nincs a szeretet a szívében, vagy nem kapja meg, hogy visszatér. Tanúságtevők legyünk mi, akiket az Isten szeretete betölt, hogy ez igaz lehet. Én 44 éves koromban tértem meg. Magas posztokat töltöttem be, nagy karriert futottam, jó módban éltem, és tudjátok, mégis hiányzott valami a szívemből. Nem volt teljes. És az a valami, az valakivé vált. A megváltó Isten szeretete hiányzott a szívemből. És amikor megkaptam, amikor rátaláltam, amikor maga Isten ölelt át engem,
akkor megéreztem, hogy mi volt az, amit kerestem. Szeretném a szívetekre tenni, hogyha valaki ilyen könyveket szeretne olvasni, tanúságtevő könyvet, és nem varázsos vagy sárkányos könyveket ajándékozni a gyerekeknek karácsonyra, akkor nagy szeretettel várjuk itt a sátorban. De a legfontosabb az, mindenki mondja el azt, hogy mit tett vele Krisztus. Mert az igazi várakozás az, amikor becsatlakozunk Isten várakozásába, hogy azok a szívek is megtalálják őt, akiket ma még csak hívogat. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szeretnék elmondani, hogy Sajánosi Júma testvérnőket hallgattuk, aki író és szerkesztő, a Keresztény Rádióban hallhatjuk őt, és Vas Gergely Nelszi pásztor testvér szolgál. Mindennyiünk nevében szeretném megköszönni a baptista gyülekezet szolgálatát, és arra kérek mindenkit, hogy ezt a szép napot tegyük beszélgetéssel, elmélkedéssel, mélyszerbé, az aztán megmond pedigre a baptista gyülekezetnek köszönhetően egy szeretetlendésére várunk mindenkit.